Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket! Ma egy keserédes beszélgetés tanúi lehetnek, hiszen egy olyan köztisztviselő lesz a vendégem, aki hosszú pályafutás után vonul nyugdíjba. Most megpróbáljuk felidézni az elmúlt évtizedeket. Köszöntöm a stúdióban dr. Biri Istvánt, Békés megye főjegyzőjét. Köszönöm, hogy első nyugdíjas napjain befáradt hozzánk, és egy kis időt velünk együtt tölt. Köszönöm, és jó estét kívánok még egyszer! Akik nyomon követik a megyei képviselőtestület munkáját, azok megszokták dr. Biri István főjegyző személyét, hiszen nélküle megyegyűlés szinte sosem zajlott, ő mindig ott ült a megyei elnök bal oldalán és figyelt a törvényességre. A július 3-ai közgyűlésen aztán egy meglepő bejelentést hallottunk, a főjegyző úr kezdeményezte közszolgálati jogviszonyának megszüntetését. Ezt a képviselőtestület egyhangú szavazattal elfogadta, így dr. Biri István szeptember 30-ával nyugállományba vonult, munkaviszonyát ezzel a határidővel megszüntették. Most nézzük meg a szeptemberi megyegyűlésen, hogyan is búcsúzott Domokos László megyei elnök a főjegyzőtől, illetve a főjegyző úr hogyan köszönt el a testülettől. Dr. Biri István 1949. január 27-én született Újkígyóson. Nős, három gyermek édesapja. Munkaviszonyát 1964-ben a helyi Aranykalász TSZ-nél kezdte, majd az Újkígyósi OTP alkalmazottja volt, és 1974. júliusában az Újkígyósi Nagyközségi Tanácsnál kezdte meg közigazgatási pályafutását. 1980. január 16-a óta dolgozik házban, a Jogelőd megyei tanács alkalmazottjaként. 1990-ben az önkormányzati törvény hatályba lépését követően a titkársági osztályvezető állásból pályázta meg a főjegyzői széket. 1991-ben az akkori 52 fős megyei képviselőtestület a pályázók közül dr. Biri István pályázatát és személyét támogatta, és 1991. március 1-i napjával kinevezte Békés megye főjegyzőjének. Időközben volt két infarktusom, műtétem, és csak elmondom, tehát volt egy nagyon jó sofőr kollégánk, nagyon értelmes ember volt, miért ne lett volna. Ő 89-ben elment nyugdíjba, még volt vagy 2-3 éve, és marasztaltam, hogy maradjon hát végül is. A sofőre mindig szükség lesz. Én azt mondja, nem akar maradni, van kicsunokája, ő majd elkertészkedik, meg unokával foglalkozik. Látig marasztaltam, nem maradt. És másfél év múlva menni kellett a temetésére. Tehát ez is a szemem előtt van akkor, amikor lehet. Tehát elfáradtam, egészségem valószínű nem jó, már olyan értem, hogy jó irányba nem fog haladni, és talán 1-2-3 év megadatik, hogy a unokákkal, a családdal, a kerttel, a házzal foglalkozzak. Még nagyon röviden, a mindenkori testületet maximálisan tiszteltem, és a hivatal is úgy vélem, hogy tisztelte. Ezt ragasztottam, de nem is kellett különösebben. Kifejezetten szorgalmaztam a bizottsági munka javítása, egy segítését, mert érdemi megbeszélések sokszor, egyeztetések, tanácskozások a bizottságokban lehetségesek. És amit most megköszönök visszamenőleg is 90-ig, a mindenkori megyegyűlés a hivatalt nem bántotta. Kritizálta nyilván joggal, de politikai csata célpontja nem volt se a hivatal, se én jó magam vagy a kollégák. Ezt külön is megköszönöm. És akkor talán itt abba is hagyom. Köszönöm a barátságot mindenkinek, és köszönöm, hogy meghallgattak. Ön a legutóbbi megyegyűlésen, amikor elköszönt, akkor egy idézetet említett, mely szerint az okos emberrel jót lehet beszélgetni, a bölcsel pedig jót lehet hallgatni, remélem ezért mi most jót fogunk beszélgetni. Mint hallottuk, ön már jó régen dolgozik, a legtöbb néző akkor még szinte nem is élt. Meséljen arról, hogyan kezdte a pályáját. A köztisztviselőt, vagy egyáltalán a munkaviszonyat? Pályáját, így van. Hát fölvételiztem érettség után a Közgazdaságtudományi Egyetemre, csak nem tudtak volna a kollégiumot biztosítani, és azt nem tudtuk megtenni, hogy béreljünk Pesten lakást. Úgy gondoltuk, hogy
következő évben valami olyan közelebbi egyetemet vagy főiskolát választunk, ahol vagy kollégiumban, vagy annyira közel van, hogy nem okoz problémát. Közben szüleim lerokkantak, és így el kellett helyezkednem végül is 67. szeptember 1-től a helyi OTP fiókban, de nyilván ugye azzal a szándékkal helyezkedtem, amit lehet, akkor vagy nappali, vagy egyéb módon főiskolát vagy egyetemet fogom végezni, aztán jött a katonaság, és utána, leszerelés után akkor próbáltam volna tényleg tanulásnak fogni, tehát az én esetem nem az a klasszikus munka mellett tanulás, tehát én elejétől kezdve tanultam volna, csak így alakult, és végül is az OTP-nél nem engedték a továbbtanulásomat, ezért 74-ben hívtak a helyi tanácshoz új kígyorson, és ott helyezkedtem el. Ők annyira támogatták a továbbtanulásomat, hogy a kinevezési okmányomban köteleztek is, vagy számviteli főiskola, vagy tanácsakadémia, aminek aztán a jogutódja lett az állami igazgatási főiskola, vagy állami és jogtudományi egyetem, és végig segítették a tanulásomat, munkámat, és végül a tanácsakadémiát elvégeztem 79-ben, és 80-ban megkerestek a megyei tanács titkárságáról, hogy jöjjek be dolgozni, de hát kétszer-háromszor nemet mondtam, de azt mondták, többször nem fognak hívni, és aztán így kerültem 80. január 16-án a megyeházára, titkársági szervezés és jogi osztályára, hát végül is a ranglétrát végigjártam. Főelőadó, főmunkatárs, csoportvezető, osztályvezető helyettes, és akkor 89-es év közepén a akkori titkárság vezetőnk munkáját változtatott, ő lett akkor alakuló munkai központnak a vezetője, dr. Molnár Markitka, és akkor megbízott osztályvezető voltam a kinevezés, főjegyzői kinevezésem, még hát dióhéjban egy. Milyen feladat a tulajdonképpen egy főjegyzőnek, ezt hogyan képzeljük el? Hát sokrétű a feladata, most hatásköri jegyzéket nem hoztam, hogy lapozgatni lehessen. Hát alapvetően a törvényesség biztosítása, mind a hivatal, mind a testületek, értve ez alatt a bizottságokat és a ő munkájukban. Továbbá egyedi államigazgatási hatóság és egyéb ügyek címzetje hatáskörileg a főjegyző, tehát több számos egyéb hatáskörrel is rendelkezik. A bejátszásban ugyan nem hallottuk, de Domokos elnök úr azt is megemlítette ezen a szeptemberi megyegyülésen, hogy ön munka mellett szerezte meg azokat a képesítéseket, amelyek ugye a munkaköre betöltéséhez szükségesek. Itt mondott, amit ön is említett, tanácsakadémiát, államigazgatási főiskolát, illetve Szegeden szerezte meg ön a jogi diplomát. Mennyire volt ez nehéz akkoriban? Hogyan lehetett összeegyeztetni a munkával, illetve a családdal, mert hallottuk, hogy 3 gyermeke is van? Igen, hát eleinte 2 volt a tanulás, közben aztán 3. 72-től kezdődően lakást, házat építettünk, amit legalább 15 évig folyamatosan kellett, mert ugye egyből nem ment abban az időben. Hát végül is olyan túl nehéz nem volt. Tehát a család nem igen vette észre, hogy én tanulok is közben. Tehát úgy napközben, hétközben, hónapközben, tehát otthon én nem, meg máshol se, tehát nem tanultam, nem vettem le a könyveket. Úgy a foglalkozás előtti 1-2 napon néztem át az anyagokat, meg vizsgáknál egy-egy tantárgyra 2-3 napot tanulmányi szabadságba pont belefért. Tehát annyit szántam tanulásra, úgyhogy nem terültem vele túlzottan a családot. Egy megyei főjegyzői titulus azért egy elég komoly munkakör, és azt is tudom, hogy 7 gyermekes családból származik ön. Kisgyerek korában, illetve hát amikor elkezdte az iskoláit, látszott-e már önön, hogy magasra fogja vinni? Erre nem lehet válni. Inkább visszamenőleg lehet. Tehát mindannyiunknak legalább középfokú végzettsége van a testvérek közül. Azt hiszem 2 kivételével, akik érettségizettek, a többinek felsőfokú végzettsége van. Tehát valamilyen formában. Lehet, hogy a több testvér húsz egyik a másikát, ki lehet vágni, majd például 5 éves koromtól írok, olvasok, mert eltanultam a testvérektől. De hát valahogy így sikerült. Hallottuk, hogy az ön nevéhez elég sok mindent köt
többek között a Domokos elnök úr is. Az ön munkájához kötődik például a jelenleg is működő Békés megyei önkormányzati hivatal szervezeti kialakítása, osztálytagozódása, osztályok közötti feladatok megosztása. Hogyan lehet egy ekkora feladatot megvalósítani? Tehát ez azért egy elég komoly munka, háttérmunka. Komoly, de nyilván voltak előzmények, tehát az addigi munka során szinte következett egyik a másikból. Tehát nem tapasztalatlanként álltunk neki, és meg kell említenem Szilágyi Menyhért, csorvási polgármesterat, aki akkoriban már pontosan nem tudom, hogy társadalmi elnök volt, vagy társadalmi alelnök, tehát ő is besegített ebbe a munkába, tehát végis közösen. Meg az akkori megyei elnök, a dr. Simon Imre úr. Tehát végis ez csapatmunka volt, meg mondom, ez egy szerves fejlődésnek, ha úgy veszik a része, bár ugye megszakadt az evolúció és revolúció jött a szervezetben, de sikerült megoldani. Ugye 1989-től pedig jött a népszavazás, választás, az is elég komoly feladat. Mi a munkája, illetve mi a feladata egy megyei főjegyzőnek egy népszavazáskor, vagy egy választáskor? Igen, a választási jogszabályok értelmében a megyei főjegyző egy személyi felelőse a megyében a választásnak, és hierarchikus rendben irányítja a települési jegyzőket is. Nem mint jegyző, hanem mint helyi választási iroda vezetők. Tehát ez a szerepe teljes felelősséggel irányítja a választás minden mozzanatát. Ugye már 5 ciklus óta ön a főjegyző, és az egyéni országgyűlési képviselő kerületek kialakításában is részt vett. Ezek hogyan alakulnak ki? Tehát azért ez egy laikus számára is megfoghatatlan. Egyrészt ennek is történetisége van, tehát nem a nulláról indul semmi a történelemben, meg a közigazgatásban kifejezetten nem. Tehát ennek több száv, egy 200 éves múltja van, nyilván a választásoknak nem annyi. Tehát ez is, ha úgy veszik, egy szerves fejlődés, tehát voltak egyéni választókerületek, és azokat kellett egyeztetni a megyei szinten a különböző pártokkal, ugye akkor sok volt, meg mozgalmakkal, és akkor így alakítottuk egyrészt, ugye törvény előírja a nagyjából létszámarányosságot, helyi sajátosságok figyelembevételét, történelmi hagyományokat, és mindezt figyelembe vettük mi is, és különösebb vita nélkül a pártokkal sikerült javaslatot előkészíteni. Nyilván a kormány dönt a választókerületek területi beosztásáról, mivel hogy a választási törvény a kormányt erre fölhatalmazta. Magyarul ma is, ha a kormány úgy gondolná, hozzá tudna nyúlni a területi beosztáshoz. Nem kellene kétharmados törvény hozzá. Ön mindig részt vett a megyei képviselőtestület ülésén, viszont egyik napirend vitájához, úgymond politikai vitájához nem szólhatott hozzá, de gondolom önnek is vannak kiforrott politikai nézetei. Hogyan tud valaki mégis független maradni? Tehát egy vitában, hogy alakul ki a véleménye persze, amit nem mondhat ki igazán? Hát, hogy politikai vagy ideológiai nézet, tehát beállítódottsága van az embernek, van indítatása, gyerekkorában is van egyfajta beállítódottsága. Én tolerálom, tehát mindenféle, nyilván szélsőségektől elhatárolódik az ember, de mint köztisztviselő, meg emberileg is talán tolerálom. Ugye lelkiismereti vallás szabadság mindenkinek a saját ügye, tehát ha ő így gondolja, akkor megtisztelem. Tehát ez nem okozott zavart, hogy bal oldal, jobb oldal, vagy te embert néztem mindig a közgyűlésbe. Hát nem is tisztem a politikai vitában bármit is szólni. Egyszer-kétszer előfordult, hogy már nem bírtak egymással, és akkor próbáltak jogi útra terelni, hogy akkor mondja meg a főjegyző, de hát ugye én politikai ügyet jogi síkon nem tudok eldönteni, meg egyébként is nem az volt a munkamódszer, hogy nem a közgyűlésbe kell szerepelni egy jegyzőnek, egy főjegyzőnek, előtte kell biztosítani azt, hogy lehetőleg minden rendben legyen a közgyűlésbe, ott már ne kelljen ő neki szerepelni, vagy jelzéssel élni, akkor már rég rossz. Illetve hát előfordulhat, amikor nem írott anyagok
ról folyik a vita, hogy akkor állást kell foglalni, de egyébként az előkészítés az a fontosabb. Olyan anyagok kerülnek a testületen, amelyik szakmailag, színvonalban, jogilag ülnek. Jó régen dolgozik már pályája során. Előfordult önnel, vagy megtörtént önnel olyan esemény, eset, amire úgy szívesen emlékszik vissza, vagy éppen keserű szájízzel? Hát, kollégákkal beszélgettünk, hát folyamatosan, hogy mindig jönnek el ilyen dolgok, hogy össze kellene írni, illetve vezetni ezeket a történéseket, aztán majd legalább minimum egy kis füzetet ki lehetne adni belőle. Hát inkább tehát humoros dolgok jutnak ilyenkor az ember eszébe. Ami nem olyan, az hamarabb felejteni, mint a humoros dolgot. Nem tudom, egy-két példát, ha lehetne. Aztán az első választási ciklusban volt egy közgyűlési tagunk, aki mindig tartózkodott. Bármilyen szavazás volt, bármilyen témában mindig tartózkodott. Kérdeztük tőle, hogy miért, hogy van az, hogy te mindig tartózkodsz, se igen, se nem tartózkodsz. Mondja, az úgy van, tudod, hogy ha ezt hallgatom, akkor úgy érzem, hogy annak van igaza. Ha azt hallgatom, akkor még annak, és nem tudok dönteni. Na, ez az ember egyszer egy egyszerűen módosító javaslattal, mégpedig az ő települését is pozitívan érintő ügyben, hogy mit tudom, valami pénzügyi dologban, hogy engedjünk el, vagy részletfizetést, vagy bármit, ami a települést pozitívan érintette volna, és arra határozott módosító javaslatra, amit ő mondott el, nem elszavazott. Tehát ez így. Ja, aztán volt olyan, hogy főkapitányi beszámoló, és akkor szóbeli kiegészítésként elhangzott autólopások, hogy az elég sokat sikerült megtalálni, volt aztán, amit nem sikerült, és aztán végül van egy harmadik kategória, hogy volt olyan kategória is, hogy az illető rájött, hogy hol parkolt. Ennek a története az, hogy egyik bizottság elnökünk eljött megyegyülésbe, vagy bizottságülésre, szokott helyen leparkolt, bejött 2-3 óra múlva, kereste a kocsiját, nem találta. Azonnal a rendőrség határzárat rendeltek el, országos körözést, és másnap rájött, hogy ott, ahol szokott parkolni, nem volt hely, és a bíróság melletti kis utcában való ott parkolt le. Tehát ő volt az a harmadik kategória, aki rájött, hogy hol parkol. Hát ilyenek voltak. Hát. Mi fog hiányozni? Gondolom, hogy azért ezt is számba vette. Mi fog elsősorban hiányozni? Hát alapvetően a kollégák, és lehet hihetetlen, de a közgyűlési tagok. Mert alapvetően jó emberi kapcsolatot sikerült bármelyik testülettel kialakítani. Ők fognak. Hát maga a testület ülések, hát részben talán igen, de az eleje az nem. Testületüléseknek az eleje az nem fog hiányozni. Én egy nem olyan régen veszek még csak részt megyegyüléseken, de nekem ön egy olyan stabil pont volt mindig, úgyhogy nekem elég meglepő volt, amikor bejelentette a nyugdíjba vonulását. Hosszú vívódás előzte ezt meg, vagy tényleg volt valami konkrét oka, ami miatt így döntött? Nem, hát említettem is a volt kollégám példáját. Most, főleg ha sikerült volna ott tartanom a megyeházán, akkor onnan ment volna el szegény. Tehát azt a 2-3 évet meg kell adni az embernek. Ha aztán több, az már jó. És ahogy elmondtam, volt 2 infarktuson, még korábban 90-es években egy műtéten, és akkor nagyjából, és eleve 60 éves volt korábban a nyugdíjkorhatár, tehát azt csak közben módosították, hogy elindultunk labdarúgás szabályi szerint a pályán, és vízilabda szabályi szerint kell befejezni. Tehát én nagyjából elhatároztam, hogy úgy 60 év után én elmegyek. Engem ne nézzenek ki a házból, mert ugye volt olyan, és nem elődöm, hanem kollégát, aki húzta, halasztotta, és már szinte. Mert én 2006-ban ennek a választási ciklusnak az elején én már jeleztem elnök úrnak, hogy én az EP választás táján én el szeretnék menni. Meg kell mondani, ő tartóztatott, tehát hogy legalább a választási ciklust várjam ki. De mondom, ez a biztos, hogy egy kicsit otthon is nyugodtabban maradhassak neki, ilyen 5-kor, 6-kor, mikor, hogy fölkelni, bejönni, mert eddig csak a hétvégig voltak, ugye meg a szabadság, tehát
ez, amit nyugodtan otthon eltölthetett az ember. Milyen tervei vannak, hiszen most időmilliómos lesz? Hát nem biztos, hogy időmilliómos, mert azért előre már másképp gondolkodik az ember, mint ezelőtt bármikor. Mindenféle munkáról, faültetésről, bármiről, hogy na akkor ez majd 5 év múlva, az majd 10 év múlva, az majd 15-20 év múlva, tehát már így ebben a formában nem. Ameddig előre látok, addig van dolgom ház körül, házak körül, gyerekeknél nálunk, tehát el tudom foglalni magam. Legfeljebb nem kell kapkodni azon a hétvégi 2 napon, hanem mit tudom én, 4 napra is be tudom osztani azt, amit éppen elterveztem korábban 7 hétvégére. Nem fél attól, hogy esetleg unatkozni fog? Nem, soha nem unatkoztam. Tehát én, ha ültem is, úgy akár se rádió, se csak ültem csöndbe, akkor se unatkoztam, mert mindig van mivel foglalkozni. Ha újra kezdeni a pályáját, választanál más hivatást? Nem tudom. Nem tudom, mert én ebbe belesodródtam éppen a kezdet indulása, hogy nem sikerült a közgazdaságtudományt, utána OTP-nél nem engedtek tanulni, tehát utána már úgy, és utána hívtak a akkor még helyi tanácshoz, ahol köteleztek is tanulni, tehát ettől kezdve ugye már kötött pálya volt az enyém, tehát nem tudom, esetleg amit el tudnék képzelni a mezőgazdaságban, mert ugye én ott nőttem föl végül is, tehát ott valamiféle felsőfokú végzettség alapján, de ezen már túl vagyunk. Mit üzen az utódának, mit kíván neki? Nyugodt körülményeket, politikamentességet a hivatali munkában. Nem az ő részéről, hanem a politika hagyja a hivatal dolgozni. Emberséget és kellő alázatot. A kollégákkal szemben is, meg egyáltalán az önkormányzati munkában is. És most kérném a kollégákat, hogy vetítsék be azt a másik bejátszást, amit előkészítettünk, és nézzük meg, hogy Domokos elnök úr hogyan köszönte meg a főjegyző munkáját. Tisztelt főjegyző úr! A képviselőtestület és a magam nevében is ismételten, tisztelettel megköszönöm a több évtizedes munkádat. Kívánom, hogy nyugdíjas éveidet tartalmasan töltsd el, ehhez kívánok nagyon jó egészséget és családi boldogságot. Engedd meg, hogy a képviselőtestület nevében átnyújtsam részedre azt az ajándékot, mely mindig emlékeztetni fog a hivatalban eltöltött évtizedre. Kollégáim nevében én is nagyon jó pihenést, és még jó néhány aktív nyugdíjas évet kívánok Önnek. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk, és felidézte velem ezt a jó néhány eltöltött évet. A nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A vendégek kényelmét biztosította az Antik és Tilbútor áruház Körös Tarcsa. Tisztelt képviselőtestület, a napirend elfogadás előtt néhány szót szeretnék szólni, kérem figyeljenek. Békésmért képviselőtestülete legutóbbi július 3. ülésén a 209/2009-es képviselőtestületi határozatával egyhangú szavazattal főjegyző úr kezdeményezésére közszolgálati jogviszonyát nyugállományba vonulására való tekintettel 2009. szeptember 30-a napjával megszüntette.
Mivel főjegyző úr ebben a körben főjegyző minőségében utoljára találkozik a képviselőtestülettel, engedjék meg, hogy az előző vezetői testületi ülést semmi szóvá téve, de most még inkább, itt azt mondom mindannyiunk előtt is, engedjék meg, hogy a közigazgatásban eltöltött évtizedek méltatását egy pár gondolatban megfogalmazzam. Dr. Biri István 1949. január 27-én született Újkígyóson. Nős, három gyermek édesapja. Munkaviszonyát 1964-ben a helyi Aranykalász TSZ-nél kezdte, majd az Újkígyósi OTP alkalmazottja volt, és 1974. júliusában az Újkígyósi Nagyközségi Tanácsnál kezdte meg közigazgatási pályafutását. 1980. január 16-a óta dolgozik házban, a Jogelőd megyei tanács alkalmazottjaként. 1990-ben az önkormányzati törvény hatályba lépését követően a titkársági osztály vezetői állásból pályázta meg a főjegyzői széket. 1991-ben az akkori 52 fős megyei képviselőtestület a pályázók közül dr. Biri István pályázatát és személyét támogatta, és 1991. március 1-i napjával kinevezte Békés megye főjegyzőjének. Dr. Biri István munkája betöltéséhez szükséges képesítéseit munkaviszony mellett szerezte meg. Először elvégezte a Tanácsadó Akadémiát, ezt követően az Államigazgatási Főiskolát, majd pedig Szegeden jogi diplomát szerzett a József Attila Tudomány Egyetemen. A főjegyző úr szakmai és tanulmányi életútja bebizonyította azt, hogy munka mellett is megszerezhető a közigazgatásban magas képesítés, és megtanulható a közigazgatási szakma minden területe. Dr. Biri István nevéhez és munkájához kötődik a jelenleg is működő Békés-megye önkormányzati hivatal szervezeti kialakítása, osztálytagozódása, osztályok közötti feladat megosztása. A főjegyző úr neve és személye egybefolyt az 1989-től kezdődő népszavazási, majd az azt követő valamennyi általános választási és népszavazási feladatok megyei irányításával. Részt vett a ma is működő Békés-megyei egyéni országgyűlési képviselői körzetek kialakításában. Békés-megyében az elmúlt 5 ciklusban minden választás és szavazás törvényesen, jogszerűen és magas szakmai színvonalon zajlott le. Főjegyző úr szakmai hozzáértését a hivatal vezetésével bizonyítja az a tény, hogy az önkormányzatot felügyelő hatóságoktól törvényesség észrevétel az elmúlt 5 cikluson keresztül jelentéktelen számú volt. Dr. Biri István már 5. ciklusában tölti be a főjegyzői széket. Vezető köztisztviselőként a testületi üléseken az adott napirendi pont politikai vitájában soha nem vett részt, viszont amennyiben a képviselők szakmai kérdéssel fordultak hozzá, autentikus válaszával döntési helyzetbe hozta minden esetben a képviselő testületet. Tisztelt főjegyző úr! A képviselőtestület és a magam nevében is ismételten, tisztelettel megköszönöm a több évtizedes munkádat. Kívánom, hogy nyugdíjas éveidet tartalmasan töltsd el, ehhez kívánok nagyon jó egészséget és családi boldogságot. Engedd meg, hogy a képviselőtestület nevében átnyújtsam részedre azt az ajándékot, mely mindig emlékeztetni fog a hivatalban eltöltött évtizedre. Elnök úrnak és külön kifejezetten a testületnek. Ez váratlan volt számomra, terveztem egyfajta kis elköszönést, mivel a múlt ülés után tudott volt, hogy még sor kerül testület ülésre, tehát akkor nem akartam.
de most már itt az ide, hogy én is elköszönjek a testülettől. Sajnos utóbbi időben már több olyan rendezvényen kellett részt vennem, ahol nyugdíjba vonulókat búcsúztattunk, és hogy alapvetően kétféle búcsúra került sor, vagy nagyon okos dolgokat mondtak, ami aztán inkább közhelynek tűnt, vagy az életútjukat ismertették, az meg utánlövés, mint a katonaságnak, hogy állj ki voltál. Tehát, de őszintén meg ma előbb-utóbb mindenki bekerül, aki még nem került, de ilyen helyzetben, és akkor valóban el kell gondolkodni, hogy azt a pár szó, abban a pár szóban miről szóljon. Én annak idején, mikor pályáztam, és itt egy rövid szóbeli kiegészítés volt, akkor divat volt 91-ben idézgetni klasszikusokat. Én apámat idéztem, aki azt mondogatta sokszor, hogy a kezed járjon, ne a szád. Na most ezt átvitt értelemben is érintette, én azért nagyjából ehhez tartottam magamat, azóta már öregedtem, és most már újabb idézetet tanultam Máraitól, hogy az okos emberrel jót lehet beszélgetni, a bölcsel jót lehet hallgatni. Tehát ennyit a közhelyekről és a pályafutásomat elnök úr ismertette annyiban, hogy én a TS-ben csak nyári szünidőkben dolgoztam, tehát 67-től dolgoztam ténylegesen. Hét gyerekes családból származom, ez ahogy mai szóval mondják, a szocializálódásomat meghatározta, tehát alapvetően a tolerancia és egymás tisztelete megbecsülése, még akár ellentétes nézeteket is elfogadja az ember, és alkalmazkodás a másikhoz. Mint elhangzott, 80. január 16-a óta dolgozom itt. A közigazgatásnak van egy olyan szokása, hogy szereti a stabilitást. Nagyjából az állandóságot is, nyilván a korkövetelmények megfelelő fejlődéssel, majd ebből a stabilitásból nem sokban részesültem. Alig ide kerültem, egy-két év múlva már előkészítettük a járások megszüntetését. Utána kikísérleteztük a város környékiséget, illetve a nagyközség környékiséget. A informatika akkor még gyerekcipőben járt, az országban elsőként próbálkoztunk a informatika bevezetésével. Először, akkor még a miénk volt a megyei kórház, ott egy csoport, Hős Károlyt, aki idősebb talán hallott róla, vagy emlékszik. Utána ez a csoport bekerült a megyeházára, de aztán 80-as évek vége fele elhalt ez a kísérletezés. Tehát folyamatosan változó körülmények között kellett dolgoznom. 89-re, aki akkor már élt, emlékszik, akkori körülményekre, a négy igenes szavazásra, a politikai előcsatározásokra, tehát azt is túléltük. Utána jött a 90-es választás, előbb a parlament, után az önkormányzati választás, és ugye arról már nem szólok, mert sok szó esett a megyéről, megye helyről, szerepéről, a 90-ben létrehozott megyéről, hogy az milyen volt. És mire mind végére értünk, meg alakulősére kerülső a megyegyűlésnek, úgy eltűntek körülöttünk az emberek. Tehát mi benne voltunk a munkában, nem értünk rá jobbra-balra figyelni. Aki ügyes volt, az jobbra-balra figyelt, és állásba helyezte magát, de ez csak egy mellék megjegyzés. És ugye 90-től kezdve a megye nulláról indult. A megyét föl kellett építeni, a megyét ki kellett találni, a megyét be kellett szabályozni minden oldalról. Ez szintén 3-4 év, de még most is tart. Például az összes hatáskör itt maradt a megyei tanástól. És ahogy jöttek létre a dekók, akik egyébként centrális alárendeltségű szervek magyarul, úgy veszegették át tőlünk a hatáskört. Évekig a hatásköreink lebegtek. És mindig arra adott hatáskörre megfelelő létszámot kellett itt tartanunk. Tehát a megyei hivatal létszáma 161 néhányról 4 év alatt alakult ki. Ahogy veszegették el tőlünk a hatósági jogköt, hatáskört, alakultak a dekók, úgy csökkentettük. Magyarul soha nem tudtuk, hogy milyen feladatunk lesz a jövő hónapban, és ahhoz mennyi pénz lesz. Mert nyilván a pénzt is elvonták tőlünk. Tehát ez volt még, amit említésre érdemes, a vagyonátadás. Tehát azt is végig kínlottuk 4 év alatt. Egyrészt kezdődött a vagyon ellenőrző bizottsággal, az egy rövid ideig élt, amely a
ellenőrizte a föld tulajdonmozgásokat, meg az állami egyéb tulajdonmozgásokat, utána ez átalakult vagyonátadó bizottságra, és az 3-4 év kemény munka volt, hogy más nem említsek, vízmű vagyon, gáz vagyon, Tóth Imre képviselő emlékszik ezekre, a gyógyszertári központ vagyon. Tehát az, az nem semmi volt, ketten-hárman csináltuk, megemlítem Mikoráné Rózsikát, akivel ugye a megyeház a részéről körülbelül mi ketten, még néhány kolléga vett részt. Hát utána a stabilizálódás az, az, az nem... Tehát alapvetően a megye hatáskör, feladatkör hiánya, illetve mozgása továbbra sem. Talán a 94-től 98-ig, vagy 96-tól 98-ig volt egy-két-három év, amikor úgy stabilizálódott, akkor már beállt a rendszer és működött. A katasztrófák jöttek sorra, utána már elnök úr idejében ugye a szervezet átalakítás alapvetően a múzeum környékén. Na, tehát ilyen, ilyen körülmények között végeztük munkát. Alig néhány év volt, amikor, amikor tényleg nagyjából stabilan tudtunk működni. Időközben volt két infarktusom, műtétem, és csak elmondom, tehát volt egy, egy nagyon jó sofőr kollégánk, nagyon értelmes ember volt, miért ne lett volna. Ő 89-ben elment nyugdíjba, még volt vagy 2-3 éve, és maradtam, hogy maradjon hát végül is. A sofőre mindig szükség lesz. Én azt mondja, nem akar maradni, van kicsunokája, ő majd elkertészkedik, meg unokával foglalkozik. Látig marasztaltam, nem maradt. És másfél év múlva menni kellett a temetésére. Tehát ez is a szemem előtt van akkor, amikor, amikor lehet. Tehát elfáradtam, egészségem valószínűleg nem jó, már olyan értelme, hogy jó irányban nem fog haladni. És talán egy-két-három év megadatik, hogy a unokákkal, a családdal, a kerttel, a házzal foglalkozzam. A, még nagyon röviden, a mindenkori testületet maximálisan tiszteltem, és a hivatal is úgy vélem, hogy tisztelte. Ezt, ezt ragaszkodtam, de nem is kellett különösebben. Kifejezetten szorgalmaztam a bizottsági munka javítása, vagy segítését, mert érdemi megbeszélések sokszor, egyeztetések, tanácskozások a bizottságokban lehetségesek. És amit most megköszönök visszamenőleg is 90-ig, a mindenkori megyegyűlés a hivatalt nem bántotta. Kritizálta nyilván jogkal, okkal, joggal, de politikai csata célpontja nem volt se a hivatal, se, a, se én jó magam vagy a kollégák. Ezt külön is megköszönöm. És akkor talán itt abba is hagyom. Köszönöm a barátságot mindenkinek, és köszönöm, hogy meghallgattak.